1983-ban kezdtem, először másodállásban, mint Kardos László kisiparos, fotolabor berendezéseket gyártottam, később rendőrségi bűnügyi laborok, kórházi laborberendezések és különböző visszaszító berendezések gyártásával műhely szinten, először egy jó darabig egyedül, majd egy, kettő, három alkalmazottal. Később felmerült az igény, hogy komolyabban belenyúljunk a visszaszító berendezések gyártásába, és az egyik barátom nyújtotta be az igényet, hozzunk össze egy úszómedencét, körülbelül 20 éve. És nem volt még a fő tevékenységünk, de lassan afelé irányult, hogy egyre több medence építésében bíztak meg. Akkor volt a rendszerváltás, és akkor indultak a megyei kiállítások. Kecskemét, Szolnok kiállításon bemutatkoztunk, következő évben 30 medence gépészetet csináltunk, még a kis családi medence kategóriát. Később jött az igény, másfél évtizede már generálba is készítjük ezeket a az igényesebb kategóriájú családi medencéket. Eljutottunk odáig, hogy a gyakorlati tapasztalatunk már több mint egy évtizedes volt, családi kategóriában már nem nagyon voltak új dolgok. Kollégáimmal öten megalakítottuk a Hatinvex nevű nagykereskedelmi vállalatot, és összehoztuk a beszerzési forrásunkat. Így már az öt cég együtt Magyarország első pár úszodás cégében benne van, és elértünk olyan beszerzési pozíciókat, hogy tudtunk indulni nagyobb úszodáknak az építésével, felújításban. Az első nagyon komoly referenciánk a Ceglédi termálfürdő volt. Itt összességében 100 milliós gépészeti munkát végeztünk el. Ebbe a legkomolyabb, legbonyolultabb érményfürdőtől, gyerekmedencétől, 33 méteres medencétől minden előfordult. Ahogy elvégeztük, ezáltal már nem tudtak olyan kiírást kérni pályázatra, aminek megfeleltünk volna meg, úgy a vízfelület, úgy a beruházás nagysága tekintetében, és azóta a családi medencék mellett, amiből eddig kb. 500 darabot készítettünk, a nagyobb fürdők felújításában is részt veszünk. Cserkeszőlőn például már 4 medencét újítottunk föl, illetve építettünk, hullámfürdővel, Túrkeve generálba készítettünk termálülő medencét, érmény medencékkel 6 vagy 7 évvel ezelőtt, fővárosi állatkertben, amikor a Pálmár felújítása készült, akkor kértek föl vízképészeti feladatokra, krokodilnak, aligátornak, trópusi halak készítettünk medencéhez vízképészetet, vízeséseket. Elég jól vizsgáztunk, ezt most már bizonyítja, hogy az egész fővárosi állatkerttel karbantartási szerződésünk van, és minden meglévő berendezést fölújítottuk, korszerűsítettük, és a legújabb, nagyobb projektet is megnyertük. Fóka medence gépészetének, illetve Jegesmedve is egy új medencét kap, ez egy olyan 40-50 milliós gépészeti munka. Abszolút vegyszermentesen kell nekünk ezeket a feladatokat megoldani, nagyon korszerű ultrabelsugárzóval, modernebb technikával léptünk be, nagyon bízunk benne, hogy ez is teljes megelőzéssel fog majd szolgálni. A Kardos Uszoda és Víztechnika cég neve, az és víztechnika is egész komoly berendezéseket takar, vízlágyítók, vastanító, ultraversgázók, különböző vízkező berendezések összeállításával, szerelésével, forgalmazásával, beüzemeléssel foglalkozunk, komplett üdítőzemeket, szeszüzemeket, falu vízművet is készítettünk már, és ezen a témán belül nagyon sok világújdonság van az asztalomon, amit valószínűleg összeállítva vagy jövőre megfelelő kísérletek után be is tudunk vezetni. Uszodával kezdtünk. Ugyanennek a vásárlói réteknek az egyéb szabadidő, fitség, egészségvel és életmóddal kapcsolatos berendezéseket célszerű volt, hogy mi vigyünk, például szaunák, újabban infrakabinok, gőzkabinok, zuhanykabinok, pesgőkádak, jacuzzik forgalmazásával, beszerzésével, beüzemeléssel is foglalkozunk ebbe is elég nagyon. Most kb. 16-17 fő a létszámunk, de alkalmanként előfordul, hogy 30-40-50 ember is dolgozunk nekünk, különböző alvállalkozók. Az uniós csatlakozás után több olyan kivitelezésünk volt, amelyik pár támogatásra épült. A minőségbiztosítási rendszert is egyre fontosabbnak tartjuk, az idejében meg lesz a minősítésünk is. Optimista vagyok, próbálom követni az új technikai dolgokat, embereimet iskoláztatom, jó magam is az ország, illetve a világ kiállításait látogatom, a világ cégekkel kapcsolatban vagyunk. Az egész vállalkozásomat úgy építem, hogy fiam is 27-28 éves, ő is kezd a kereskedelmi részével foglalkozni a cégnek, és nagyon szépen fejlődik, családi vállalkozásként szeretném majd látogatni neki és elkészíteni.